Köszöntöm a Kölcsér Televízió nézőit! Ismét itt vagyunk Sportszelet című műsorunkkal, amelyben, mint megszokhatták, a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményeivel foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk önöknek mai műsorunkban. Négy nyíregyházi atléta áll rajthoz a tallinni 23-as Európa-bajnokságon. Nyíregyházán edzőtáborozik az U18-as fiú kosárlabda válogatott. 32 csapat lépett pályára Szamoskéren a Buzánszki emléktornán. Minimális játékos mozgás volt a nyírbátori futballcsapatnál. Gába Vencselőn edzőtáboroztak a Grundfoszisuli fiataljai. Véget ért a nyíregyházi kispályás futballbajnokság. Négy nyíregyházi atléta áll rajthoz a tallinni 23-as Európa-bajnokságon. Káplár János, Szikszai Róbert is kerekes Dóra diszkoszvetésben, Bakosi Péter pedig magasugrásban igyekszik elérni a minimális célként kitűzött döntős szereplést. Nagyon jó helyen állunk a ranglista alapján. Robi ugye ott van az első háromba, Jani a 10. helyen, lányom 15. helyen. Döntős helyezéseket várok, illetve valakitől egy szebb eredményt is. Jelenleg kánikula van Magyarországon, ti már tavaly versenyeztetek Tallinnban az Európa Kupán, milyen körülményekre lehet ott számítani? Tavaly hasonló időszakban volt az Európa Kupa, 7-es fok volt és szakadó eső. Most talán ilyen szélsőséges időjárás nem lesz, de esni most is fog az előrejelzések alapján, illetve 25-26 fok. Tehát erre készülünk, igazából ez nekünk nem rossz, az eső mondjuk nem hiányzik. Milyen taktikával kell versenyezni, hiszen azt mondják, hogy a legfontosabb, ahol selejtezők vannak, az, hogy a selejtezőből bejuss a döntőbe, az már egy másik verseny, nem ugyanazon a napon. Ez nagyon sok nehézséget okoz sok versenyzőnek. Mi is tudatosan készültünk erre a selejtezőre, mégpedig úgy, hogy három dobásból próbálunk mindig maximumot elérni, tehát edzéseken ezeket a feltételeket gyakoroljuk, illetve ezeket a körülményeket. Milyen hangulatban, milyen formában várod az EB-t, hiszen az elmúlt időszakban volt egy-két verseny, ami nem úgy alakult, hogy szeretted volna? A Magyar Bajnokság sajnos nem sikerült, hogy szerettük volna, de ennek ellenére jó állapotban érzem magam, és stabil 60 méter fölött szeretnék dobni. Mit tudsz az ellenfelekről, hiszen a mezőny egy részét két évvel ezelőtt, amikor junior Európa bajnokságot nyertél, megverted? Gyakorlatilag ugyanez a mezőny lesz, egy évvel idősebbek csatlakoznak még hozzánk, egy pár ember, egy orosz, ukrán, és őket is szeretnénk legyőzni. Ahhoz, hogy jól szerepelj, be kell jutni a döntőbe, ugye három lehetőség van arra, hogy bejuss a döntőbe, hogyan állsz neki majd a selejtezőnek? Mindenféleképpen elsőre szeretnék egy olyan dobást csinálni, amivel ez sikerülni fog, és akkor utána a döntőbe már ráhajtani. Milyen segítséget jelent, hogy ott lesz a mezőnybe Káprál Jani is? Mindenféleképpen jó, nagyon szeretünk együtt járni versenyekre, segítünk egymásnak mindenféleképpen. Milyen reményekkel várod a tallinni EB-t, annak tudtél, hogy az elmúlt időszakban azért több versenyen nagyon jól szerepeltél? Őszintén szólva én próbálnék minél nagyobbat kint dobni, minél legtöbbet kihozni magamból, aztán amire elég lesz ott kint. Mit tudsz az ellenfelekről, ugyanúgy, ahogy a Robi számodra sem ismeretlen az ellenfelek nagy része? Persze nézegettük a ranglisták alapján, hogy egy egész jó helyezésen vagyunk, jó előrébb vagyunk, és akkor kint talán, ugye nem biztos, hogy mindenki meg fogja dobni ugyanazt azt a métert, amit dobott mondjuk a évközben, úgyis azt fog számítani, amit kint dobunk az EB-n majd. Ahhoz, hogy jó szerepjetek, döntőbe kell jutni, viszont ott van a selejtező, ami azt mondják a szakemberek, mindig egy külön verseny, az mekkora nyomás jelent az, hogy három kísérletből kell akkorát dobni, hogy ott lesz majd jelen esetben a másnapi döntőben. Én úgy gondolom, hogy nem lesz annyira magas a szint, hogy ne lehessen megdobni. Én egy 58 méterre számítok, ami egy ideális körülmények között bármikor meg tudom dobni, Robi is, én is, úgyhogy hát bizonyosan nem fog problémát okozni ez az 58 méter, vagy amennyire ki fogják rakni a szintet. Ez lesz az első verseny, az egyéniben világversenyed. Milyen felkészülés után, milyen reményekkel utazol Tallinba? Szeretnék mindenképpen a döntőbe kerülni. Jól sikerült most ez a felkészülés, több edzőtáborba is sikerült mennünk, úgyhogy bízom benne, hogy sikerül döntőbe kerülnem. Szerinted hány méter szükséges ehhez? Azt beszéltük apával, hogy szerintünk ilyen 50-52 méter elegendő lesz. Említettem, hogy először lész majd dobókörben nagy nemzetközi versenyen. Van benne egy kis izgalom, hiszen azt mondják, akik már voltak, hogy az első alkalom mindig különleges. Persze, van bennem egy kis félsz, de próbálom ezt leküzdeni, úgyhogy remélem, hogy magabiztosan tudok majd versenyezni. Mit tudsz az ellenfelekről? A német lányok nagyon erősek, ők 60 méter fölött vannak már, a többiek ilyen 55-58 között, úgyhogy hát megoszlik. Neked mennyi az egyéni csúcsod? 52-24. Egy héten keresztül Nyíregyházán edzőtáborozik az ausztriai B-csoportos Európa-bajnokságra készülő U18-as fiú kosárlabda válogatott. Ferenczi Tamás együttese Csehország ellen lépett pályára a Szent Imre gimnázium csarnokában, és 78-77-es vereséget szenvedett a vendégektől.
egy pontos vereséget szenvedtetek az A csoportos se csapattól, azaz gyakorlatilag végig partiba voltatok velük. Mennyire vagy elégedett a látottakkal, hiszen ilyenkor nem az eredmény, hanem a mutatott játék a lényeg? Az első félidőben látottakkal kevésbé vagyok elégedett, hisz 15 pontos hátrányt szedtünk össze. Hozzáteszem, hogy az első félidőben nem tudtunk 3 pontosból betalálni, dobtunk 7-0-át. Harmadik negyedben külső dobásainkba estek. A cseheknek sokkal agresszívabban kellett, jobban kellett segíteni a külső dobások miatt, és így hál' Istennek azt mondom, hogy sokkal jobb dobószázalékot produkálva visszajöttünk a meccsbe, és egy rendkívül magas színvonalú mérkőzést tudtunk játszani a csehekkel. Jó ide, együtt készül már a keret, hogyan sikerült eddig a munka? Amit elterveztünk, az sikerült megoldani. Sajnos van egy hiányzónk Chester Louis személyében. Igaz, hogy ő fiatal, 98-as születésű, de a tavalyi U16-os EB-n a magyar csapat egyik legjobbja, hanem a legjobbja volt. A ő hiányát próbáljuk mezőnyemberekkel pótolni, illetve sajnos a legnagyobb gondunk az, hogy nincs olyan magas emberünk, aki egy 2 méter 10 centi és a palánk alatti játékot területet uralná. 15 játékossal vagytok így Nyíregyházán, mikor lesz végleges az EB-re utazó keret? A második csemecs után kell szűkítenünk a keretet, egy játékos fog kikerülni, hétfőig itt edzőtáborozunk továbbra is Nyíregyházán, hétfőn fogunk felutazni Budapestre, ott játsszuk az utolsó két edzőmérkőzésünket a lengyelek ellen, akik ugyan B divíziósak, de szinte minden évben az A divízióért játszanak és ingáznak a két osztály között, és a második lengyel meccs után kialakítjuk az utazó 12-es keretet, és utána már nem is játszunk edzőmérkőzés, hanem kimondottan csak az EB-n az első meccseket a belaruszok ellen. Kik a belőszokon kívül az ellenfelek a csoportmeccsek során, és mi a cél az ausztriai Európa-bajnokságon? Halálcsoportba kerültünk a belorúszokkal, illetve ott van Luxemburg válogatottja, ott vannak a szlovénak, ugye, akiknek tudjuk, hogy tradicionálisan nagyon jó kosárlabdájuk van, ott vannak a belgák, akik nagyon feljövőben vannak, ahol a lengyelekhez hasonlóan ingáznak az első és a második divízió között, illetve a hollandok is ott vannak, akik szintén jó játékerőt képviselnek. Szeretnénk mindenféleképpen a 6 csapat közül az első 2-be végezni. Ez azt jelenti, hogy a felsőágra kerültünk, és az elsőtől 8. helyért játszunk, és ha oda jutunk, ott pedig már bármi előfordulhat és bármi megtörténhet. Az Ószász Csengel csapata nyerte az első ízben megrendezett Buzánszki emléktornát. A szamoskéri rendezvényen 32 csapat lépett pályára. Ennek a tornának már van előzménye, 3. évben rendezzük meg ezt a műfűes pályaavató tornánkat, és most sajnos volt egy apropója Buzánszki Enő bácsinak a halála, és mivel ő majdhogy nem családtag volt itt Szamoskéren, ezért felvette ez a torna a Buzánszki Enő emléktorna nevet. Nagyon-nagyon hosszú ideig ostrom voltam, és a távolság miatt először nem akart jönni. Aztán egy picikét az aranykönyvbe, amit leírt egy gondolatot, hogy ahol érdeklődnek és a történeteit az aranycsapatnak szívesen hallgatják, oda elmegy, ha hívják. Én ezt mikor elmondtam neki, azt mondta, hogy 400 lelkes faluba ki lesz-e rá kíváncsi. Hát én garantáltam, hogy higgyél, hogy nem fog unatkozni, remélem mi se. És annak olyan varázsa volt annak az első látogatásnak, hogy utána Jenő bácsi bármilyen eseményünk volt, csak megemlítettük és jött, szívesen láttuk vendégül, ő pedig szívesen jött. A polgármesternek hihetetlen gazdag gyűjteménye van, gondolom hatalmas munka előzte azt meg, hogy ennyi minden itt Szamoskéren kiállításra kerülhet. Ez egy nagyon hosszú gyűjtésnek az eredménye. Van nagyon sok erekém, szerintem nagyon nagy sikere lesz a világbajnoki ezüstéremnek 1954-ben, amit átadtak a 22 játékosnak, 3 az itt van megtekinthető, látható, kézzel fogható, de nagyon-nagyon sok minden, főleg most a Jenő bácsi nevére emlékezve, főleg az 50-es időszaknak, az 50-es éveknek az időszakaiból állítottam ki. Nagyon sok minden van még otthon, de nem lehet mindent kiállítani, és próbáljunk meg egy korra fókuszálni. Talán akkor a tornáról magáról, ha a polgármester megosztja néhány gondolatot a televíziónézőkkel. 32 csapatosra terveztük, mert ezt le tudjuk biztonsággal bonyolítani, és akkor nem lesz csúszás, ha nem lesz csúszás, akkor is vasárnap a döntőt nyugodtan meg tudjuk rendezni. Most egy kicsi változás lesz a lebonyolításban, mert a pénteki nap folyamán eddig mindig úgy zártuk a tornánkat, hogy a torna, mikor vége volt a döntőnek, utána volt az egész tornának a koronája egy koncert, most a péntek este lesz, mert akkor lesz a fellépő érkezése.
32 csapat fog érkezni, 32 csapatot tudunk fogadni, nagyon sokan jelentkeztek volna még, de főleg azokat vettük előre, akik tavaly előtt is tiszteletüket tették nálunk. Testvéri településünk Székelyföldről az oklandi barátaink, ők itt vannak, egy jó kis csapattal érkeztek, jönnek Kolozsvárról, jön a másik testvéri településünk, a Zóvári csapata, Mosonmagyaróvárról jönnek, akkor Budapestről jönnek a tiszteletbeli székelyek. Hát mondhatom azt, hogy egy elég impozáns összeállítás lesz ez a torna. Debrecenből is fognak érkezni régi nagy sztárjaink, akikre még a mai fiatalok is emlékeznek, Sándor Tamás, egy kerekes zsomborék. És van egy kis, nem csak ez a kiállítás, hanem próbáltunk egy olyan érdekességet is becsempészni ebbe a tornába, hogy amikor leülnek a játékosok vacsorázni, akkor sem maradjanak futball nélkül. Úgyhogy van egy elég nagy futball történeti gyűjteményem képanyagban is, úgyhogy míg vacsorázni fognak, és vagy ha a padon töltve a beszélgetést, akkor is futball tudnak nézni. 77-es, 78-as időszak, a 66-os válogatott meccsek összefoglalói. Úgyhogy szerintem ez egy nagy ünnepe lesz a futballnak. Alelnök úr, én azt gondolom, hogy az a sportrendezvény, ami itt létrejött Szamoskéren, és hát ugye ez a kiállító terem, ahol itt vagyunk, ez mindenféleképpen példaértékű, és ez nagyon-nagyon szép példája annak, hogy hogyan lehet egy olyan ember emlékét ápolni egy kis településen is, aki rengeteget tett a magyar labdarúgás és aztán valahol Magyarországért is. Megmondom őszintén, amikor beléptem ide, akkor leesett az állam, és amikor a polgármester úr végig kísért, és elmondta, hogy melyeknek mi a története, akkor így végpörgettem magam, hogy úristen, mennyi munka van ebben. És azt mondom, hogy nagyon meg kell becsülnünk valóban az ilyen kovász embereket, akik tesznek azért, hogy egyrészt megmaradjon a múltunk, másrészt az, hogy az valóban el is jusson ahhoz a közeghez, aki ebből kell, hogy építkezzen. És Szamoskő ugye egy kis település, és azt hiszem, hogy jó páran meglepődtek már, amikor ide eljöttek, és meglátták azt, hogy milyen csodákat visznek véghez ezen a kis településem, és úgy gondolom, hogy méltóképpen ápolják Buzánszki Jenőnek is az emlékét. Országgyűlési képviselő is személyesen is ismerte Jenő bácsit. Milyen emlékekkel jött ide erre a tornára, és hát gondolom, hogy jó érzés az ön számára is, hogy így ápolják a Jenő bácsi emlékét. Sós Bandi nagyon sok relikviát gyűjt, ami az aranycsapattal és a magyar labdarúgással kapcsolatos, és én rajta keresztül ismertem meg Jenő bácsit, és tényleg többször voltam vele különböző rendezvényeken együtt is. Hát mindig felemelő dolog, hiszen én úgy gondolom, hogy a Magyarországon és a világban is az aranycsapat tagjait ismerik a legjobban. Legutoljára Törökországban soroltak föl 3 aranycsapat játékost, a kurdok például. Tehát velem megtörtént személyesen is, hogy Puskást egyből tudták. És Jenő bácsi is az a sportember volt, akitől lehetett nagyon sokat tanulni. Az életről vallott felfogását, a könnyedségét, a sport szeretetét, és azt, hogy ezt a szeretetet próbáljuk meg átadni a fiataloknak. És hát én valamikor pedagógus voltam, és egy országgyűlési képviselőnek is az a feladata, hogy az egészséges életmódra igyekezzen nevelni, neveljen olyanra, ami összetart és összehoz bennünket, és a foci pontosan ez. És annak nagyon örülök, hogy Szamoskér település ápolja ezt a hagyományt. Úgy gondolom, hogy valahol egy gyermeknek, egy fiúnak egy nagyon-nagyon jó érzés és csodálatos érzés lehet az, hogy ilyen messze Jenő bácsi otthonától itt Szatmárban, itt a határszélen is ekkora szeretettel ápolják az emlékét, és egy ilyen 32 csapatos, több száz embert megmozgató tornán emlékeznek Jenő bácsira. Nagyon örülök a lehetőségnek arra, hogy itt lehetek, és segítkezhetem a díjátadásban. Nagyon örülök minden egyes alkalomnak, ahol édesapám emlékét őrzik, és én is részese lehetek ennek. Sokakat érdekelt a tévénézők közül, hogy ifja Buzánszki Jenő is rúgta azért a labdát egy ideig. Természetesen én is futballoztam, sőt a gyerekeim is futballoznak. Hát sajnos nem olyan szinten. Egyébként Jenő bácsi, volt-e valami hobbija a focin kívül, vagy tényleg az életét töltötte ki még sokszor otthon is a labdarúgás? Ez volt az élete. Az élete, a különböző fellépések, és egyáltalán az, hogy az ország minden szegletébe elvigye azt a szellemiséget, amit ő képviselt. A tornát végül az All-Star Csenger nyerte, a második helyet a debreceni Sandland Solarium szerezte meg, a harmadik helyen a Géberjén, a negyediken pedig a kolozsvári Bent Knop együttese végzett.
Napi két edzéssel készül az NB3 rajtjára a nyírbátori futballcsapat. A továbbra is Kovács János által irányított együttestő három kulcsember távozott, de pótlásukra megfelelő játékosokat tudott igazolni a klub. Nagy változásokat nem terveztünk, az igazolások miatt muszáj volt változtatni, illetve hát két-három helyi tehetséges fiatal játékos, akik a Nyíregyen nevelkedtek, azokat minden körülmények között haza akartuk hívni, és hogy folytassák pályafutásukat. Ugye távoztak, az erdélyi visszavonult, alacsonyabb osztályba folytatja pályafutását, akkor a Olár Dávid tanulmánya és munkahely elfoglaltsága miatt ugyanez a Farkas Mártonról, és ők úgy néz ki, hogy Sényűre távoznak, alacsonyabb osztályba, és ezáltal indultunk el, hogy feltöltjük a keretet a megfelelő létszámmal és minőséggel is próbáltunk foglalkozni, hát főleg posztra igazolni, így kerültek képbe a játékosok. Elsőként azt mondom, hogy a Török Pista, aki ugye hagyományai vannak, ott futballozott, Nagyecsedről visszakerült, a Sós pedig Tuzséról, egy támadó jellegű játékosok mind a ketten. Ezen a szekción feltétlenül szerettünk volna változtatni, hogy eredményesebben, még eredményesebbek tudjunk lenni, és ehhez párosult az, hogy a csapatot is próbáltuk egy kicsit megmagasítani, hisz nagyon sok olyan gondunk volt pontrugásokról nála, ahol hát a védekezésünk ezáltal igen sebezhető volt, tehát ezen az elkövetkező időben fogunk dolgozni és javítani. A további érkezők, ugye a fiatalok, a Bagyos, a Terdik és a Bagi, ők az U21-ből kerültek Nyíregyről vissza hozzánk, illetve mert ugye ott nevelkedtek, van kötődésük is természetesen a városhoz, és ez kiegészítve a Gáricsi pedig a Szatmár Unióból, ugye ő 21-es belső védő, hát remélem, hogy fognak tudni segíteni, megfelelő alázattal dolgoznak, elkezdték a felkészülést, együtt vagyunk, úgyhogy hát így alakul ki az a 18-20-as keret, ami lényegében szükséges, mert egy nagyon nehéz menetelésre lehet számítani, ugye az átszervezés miatt az NB3-ban. Mi a célkitűzés? Jelen állás szerint 20 csapat indul, de ha nem 20, akkor is 18, úgyhogy a mérkőzés szám is növekszik. Hová lövi be magát majd a bajnokság elején, vagy hová pozícionálja be magát a nyírbátor? Hát szeretnénk eredményesek lenni, mint előbb végezni a tabellán. Még úgy várjuk azért a csoportbeosztást, mert még az sincs meg, felesleges volna itt bármilyen célkitűzésre utalni. Egy tény, hogy ne legyen kiesési gondunk, és úgy olyan játékot produkáljunk, hogy az eladható legyen a hazai közönség előtt, és eredményesek is tudjunk lenni. Hogy néz ki a bajnoki rajtig a felkészülés, kik lesznek a partnerek az edzőmeccseken? Összeállt, tehát most az elkövetkező két hétben napi két edzéssel készülünk, ehhez párosulnak az előkészületi mérkőzések, a Kisvárda, Ibrány, Cigánd és a Tuzsér. Tehát ez a menetrendünk, illetve hát a mai mérkőzés, ugye a Nyíregyházában játszunk. Ez az első megmérettetésünk, bár hát még nem vagyunk úgy együtt, mert azért vannak sérültek, vannak problémásabb játékosaink, de hát remélem, hogy ez nem fogja befolyásolni a felkészülést, és azt kértem mindenkitől, hogy eredményes legyen, sérülésmentes legyen a felkészülés, hiszen ez meg lesz, akkor megfelelő alapokkal fogunk tudni rendelkezni, és ezt városítani tudjuk majd egy taktikai, technikai dologgal, ami azért kivitelezhető lesz a bajnokság folyamán. A Grund focisúli ESE 39 fiatal játékos edzőtáborozott egy héten keresztül Gába Vencsellőn. Az utánpótlás nevelő egyesület célja az, hogy minél több fiatal tehetséges segítsen hozzá a felsőbb osztályban való szerepléshez. A felnőtt csapat és a Gába Vencsellő között jó a kapcsolat. Ugyanúgy a Gába Vencsellő a Bozsik programba, a csoportomba tartozik, tehát ez már mélyebb ez a barátság. Ők hívták fel a figyelmet arra, hogy van egy ilyen lehetőség, hogy kialakítottak egy gyermek és ifjúsági tábort, ami nagyon jó körülmények között lehet táboroztatni a gyerekeket, és én kijöttem, megnéztem, és úgy döntöttem, hogy igenis nagyon jó körülmények vannak itt, annál is inkább, mert a pálya az használható, tehát a felnőtt, ahol meccseket játszik, azt birtokba tudtuk venni délután, úgyhogy itt a tábor területén van kis pálya, ahol ha nem bírálnak a gyerekek magukkal, akkor még az energiát le tudják vezetni,
Tetszett az, hogy három szoba van, tehát nem két ágyas szobák, hanem a közösség fejlesztése szempontjából ez nagyon jó volt. Úgyhogy nagyon jó benyomások vannak, és tényleg a kaja is, a koszt is házias jellegű, tehát nem menza, és a gyerekek is úgy veszem észre, hogy nagyon jól érzik itt magukat. Hány éves rácokkal voltatok, és hogy nézett ki a hét programja? Az U9-től az U14-es korosztály, hétfő jöttünk, hétfő reggel, délután edzés van, a délutáni foglalkozások elsősorban a helyi csapatok ellen volt mérkőzés, arra próbáltuk fektetni a hangsúlyt, hogy mérkőzés is legyen nekik, délelőtt inkább technikai jellegű munkákat végeztünk, mai délután lesz egy szabadabb, kimegyünk a Tiszát megnézni, aztán van egy fagyizás, este pedig tábor utolsó napján van egy eligazítás, holnap reggel pedig megyünk tovább Tiszaosváriba, ahol az U14-esek, U17-esekkel karöltve strandfociznak, a gyerekek pedig, a kisebbek, azok pedig egész nap strandolni fognak, úgyhogy a hét az azt hiszem, hogy tartalmas lesz nekik. Hány gyerek focizik egyébként a Grund FSE-nél, és milyen szezon zártatok? Hát nálunk elég sok gyerek van, hál' Istennek, fel van építve az óvodásoktól kezdve egészen a felnőttekig, tehát minden korosztályban versenyeztetünk gyereket, ugyanúgy részt veszünk a Bozsik programba is, úgyhogy körülbelül 140 gyerek, aki rendszeresen sportolnálunk. Vannak benne ügyes, tehetséges gyerekek, akik már a Nyíregyházi Sportcentrum is figyel. Most is van három gyerek a 2002-esek közül, akik június vagy július 15-én náluk fogják kezdeni a felkészülést, és már csak rajtuk áll, hogy ott ragadnak, komolyan fogják venni, és akár magasabb szinten is tudják ezt a sportot űzni. Milyen a létesítményhelyzetetek? Hát eléggé ki vagyunk szolgáltatva, annál is inkább, mert az orosi pályán edzünk, ami az önkormányzatnak a tulajdona, a Nyír VV kezeli, tehát alkalmazkodnunk kell, nyilván ezt megérti az ember, de oda is van terület, ahol lehetne még egy edzőpályát, és akkor tudnánk kimélni a nagypályát, de egyébként karban van tartva, locsolják, nyírják, tehát semmi panaszunk nem lehet rá. Meddig tart a nyári pihenni, mikor kezditek majd a felkészülést? Júliusban Szabira mennek a gyerekek is, a felnőttek természetesen már jövő pénteken kezdenek, tehát nekik fontos, mert augusztus 14-én már kezdődik a megye 2-es bajnokság, úgyhogy arra kell felkészíteni, de a gyerekek júliusban teljes mértékben pihennek, feltöltődnek is, augusztus elején fogjuk kezdeni velük a munkát. Egy hetet edzőtáboroztatok itt a Grund FSE-vel, hogyan érezted magad? Jól éreztem magam, igazából az egész tábor nagyon jó, és az edzések is nagyon jók voltak. Mióta futballozol, melyik csapatban is ki az edződ? 7 éve futballozok, most a Grund focisulinál focizok, és Fecskó István az edző. Mit szeretnél elérni a futballban, milyen poszton játszol ki a példaképed? Hát igazából én egy nagyobb szinten szeretnék játszani, legyen az például magyar első osztály, és akár feljebb is, kapus vagyok, és a példaképem most jelenleg Casillas. Egy 12 fős cserkésapat is itt van a futballistákkal együtt a táborban, hogyan kötöttetek ki Gáva Vencsellőn? Egy hetes evezős táborról vagyunk éppen, hétfőn indultunk Tuzsérról, és Tokajig fogunk lemenni, minden egyes táborunkban egy napot szolgálattal töltünk, és így keveredtünk ide ebbe a táborba. Mit kell tudni magáról a cserkész mozgalomról? 1989-ben élt újra ugye Magyarországon a háború után. Ekkor sok csapat és a mi csapatunk is ekkor alakult. Mi Zugligetben, Budapesten a 442-es számú Báthori László cserkész csapat tagjai vagyunk. Annak is egy idősebb kószakorosztálya. Mivel töltitek az összejöveteleket? Minden héten van a összejövetel, általában egy órás, másfél órás foglalkozáson vesznek részt, ez alatt magyarsággal, hazával és vallással szoktunk foglalkozni. Meg hát tekintve, hogy most is egy tisztatúrán vagytok, nem idegen, gondolom tőletek a sport sem. Igen, a fontos része még a cserkészetnek a mozgás és a természet, ez egy másik fontos része a cserkészetnek, és minden évben szoktunk táborozni, és ebben az évben a tavalyihoz hasonlóan egy evezős túrán veszünk részt, tavaly a Dunán is, idén a Tiszán. Sok helyen megfordultatok, hogy tetszik itt ez a tábor és ez a környezet, ahol most vagytok. Nagyon szép környezet vagyunk, köszönjük szépen a meghívást, hogy itt lehetünk. Nagyon kedvesek és jó érezzük magunkat.
A Szuperkupa döntővel véget ért a Nyíregyházi Városi Kispályás Bajnokság 2014-2015-ös szezonja. Az elmúlt 10 hónapban közel 2000 mérkőzést játszottak a csapatok. Magyarország egyik legjobb kispályás bajnoksága zajlik nálunk, így már 10 csoportban, 108 csapattal, és hát itt zárásképpen egy fantasztikus szuperkupa döntőt rendeztünk, mindegy 400 néző látogatott ki a döntőre, itt a 10 bajnok, a 10 csoportnak a bajnoka szerepelt, és a dolog érdekessége, hogy a csoportmérkőzések után, hiszen volt 2-3-as csoport és egy 4-es csoport, a A csoport bajnoka a Pikolósöröző és a H csoport bajnoka, a Ferbli csapata játszották a döntőt, és 5-4 arányba győzedelmeskedett a H csoport bajnoka, és így elnyerte 2014-2015 Nyíregyházi szuperkispályás bajnoka címet. Hány meccset játszottak a szezon alatt, hiszen a téli teremtornával gyakorlatilag végig futballozták az elmúlt egy évet a csapatok? Összességében 2000 mérkőzést játszottunk, ebbe a terembajnokságok is benne voltak, 1200 mérkőzés volt a bajnokságban, és különböző kupa küzdelmek is voltak, tehát azt mondom, hogy egy fantasztikus évet zártunk, legfontosabb az, hogy komolyabb sérülés nélkül bonyolítottuk le a bajnokságot, és igazán komoly előrelépés történt a fegyelem kérdésébe is, hiszen pontosan a felére csökkent a kiállításoknak a sora, tehát a csapatok egyre jobban felnőnek ahhoz a feladathoz, hogy ez igazi tömegsport, és ide szórakozni járnak hetente egy vagy két alkalommal, és nagy öröm számunkra, hogy most már egyre többen, egy heti 4-5 ezer ember látogat ki a városi kispályás bajnokságra a stadionba. Egy ideje van már Orbos csoport, sőt Orbos csoportok is, mennyire népszerű ennek a korosztálynak a körében a kispályás foci? Nagyon népszerű, és hát ugye ki kell mondani azt, hogy egyre jobban öregszik a Nyíregyházi Városi Kispályás Bajnokság. Most már ugye két csoport van, egy Old Boys első osztály és egy másodosztály is. Jelen pillanatban még 9-9 csapattal, de már vannak új csapatok is. Itt ezúton szeretném kérni azokat, akik szeretnének majd indulni akár az amatőr bajnokságba, akár az Old Boys csoportba, hogy egy gyakorlatilag július közepéig ezt tegyék meg, hiszen már a H csoportban 7 új jelenkező csapaton, nagy valószínűséggel a 110-es létszámat, azt most már túl fogjuk lépni. Tehát nagyon népszerű az öregfiúk bajnokság, és a legszínvonalasabb is az A csoport után, hiszen itt a régi motorosok játszanak, az igazi kispályás pillerek. Ennyi fért a mai sportszeletbe, találkozunk egy hét múlva. Köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra!